Korszak küszöbén állunk, és ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit jelent egy korszak, vissza kell egy kicsit menni az időben. A Földnek a tengelye hosszú idő alatt leír egy bizonyos kúp felületet, ezt nevezik precessziós mozgásnak, és ennek következtében látszólag minden év március 21-én a nap 50 másodpercnyi eltéréssel mindig arrébb és arrébb kell fel, és látszólag fordított sorrendben bejárja az állatővi jegyeket. Na most, amíg egy állatővi jegyet bejár a nap, az 2160 év, és ezt nevezzük egy korszaknak. Hát, hogyha visszamegyünk az időben, akkor amit a beavatottak nekünk elmondanak, az arról szól, hogy körülbelül 17 ezer évvel Krisztus előtt a Mu nevű civilizációnak és a kontinensnek a süllyedése volt a meghatározó esemény. Aztán kb. 15 ezer évvel ezelőtt a korai atlantiszi civilizáció kezdett kialakulni, de még ezt hozzátenném, hogy mindennek oka van, tehát a Mu civilizációjában az emberek elég durva életet éltek. És volt közöttük kisebb csoport, akik szerettek volna békésebben, harmóniában, több szeretetben élni, és ők félrehúzódtak a kontinensnek arra részére, ahol az éghajlati viszonyok zordabbak voltak, de ott nem bántotta őket senki, nem zavarták őket, nem zavarták őket. Amikor a durvább életet élő emberek alatt elsüllyedt a Föld, a szelidebb életmódot élő emberek alatt pedig kiemelkedett, és ez lett a korai atlantiszi civilizáció. Nem csak, hogy kiemelkedett és nagyobb területet kaptak, hanem éghajlati viszonyok is úgy változtak, hogy kellemes mediterrán éghajlatuk lett a változások után. Azután kialakult fokozatosan ugye az, amit úgy nevezünk, hogy Atlantis virágkora, a szűz korszakában, az oroszlán korszakában érték el az arany korszakot, erről mindjárt majd mondok egy pár szót, hogy ez mit jelent, és állítólag ekkor történt a Holdnak a befogása is, amely égítés nem volt mindig a Földnek a kísérője, és még az is lehet, hogy nem sokáig lesz már. A rák korszakára tehető az özönvíz ideje, hát eddig nyúlnak vissza a feljegyzések, és ez azért nagyjából minden civilizációnak a feljegyzései között megtalálható. Azt követte Atlantis süllyedése. Na most ez nagyon érdekes, hogy miért következett be Atlantis süllyedése. Tehát mi van akkor, hogyha elértek egy aranykorszakot, elértek egy magas szintű civilizációt? Hogy mennyire magas szintűt, arról mindjárt mutatok néhány képet. Mi történik akkor, amikor spirituális szinten eljutnak egy bizonyos csúcspontig? Hát az történik, hogy következik utána valamilyen mértékű hanyatlás. Tehát beszivárognak a társadalomba olyan egyének, olyan elemek, akik más területekről odajönnek, és elsősorban az önzés vezeti őket. A felhalmozott és működésképes energiákat elkezdik önző célokra használni. Az önző céloknak a használata azt eredményezi, hogy ezek az energiák elszabadulnak, és ez is történt Atlantisban. Tehát részben elsüllyedt, részben felrobbant a kontinens, tehát hatalmas energiákat szabadítottak el, és ezt a robbanást, vagy elanyagtalanodást követte egy véget nem érő eső és sár zuhatag, aminek a nyomait ma úgy hívják, hogy Szahara. Tehát ami az atlantiszi kontinensből maradt, az ma a Szahara homokja. És van nekem egy jó ismerősöm, Abony István fizikus, akik megkértek, hogy a kémszatelliteknek a letapogató hullámhosszáig próbálja úgy változtatni, hogy kicsit mélyebben lehessen belátni a homok alá, és mutatott nekem olyan fényképeket a Szahara alatt, mind a mai napig hatalmas építmények vannak, amelyek több ezer év távlatából még mindig hőt sugároznak. Tehát ott még nagyon sok olyasmi van, amit érdemes volna feltárni. Azután következett ugye a Bika korszaka, Minoszi kultúra az, ami jellemző rá, a Kos korszakára, a bibliai Mózes kora, Tutánk, Aton, Eknaton fáraónak a korszaka. Érdekes módon ugye
Eknaton fáraó visszaállította az egyistenhitet, és az unoka öcsét Tutankhatonnak keresztelték, aztán Ámon papjai gyorsan megpróbálták visszaállítani a régi rendet, és megváltoztatták a nevét, visszakeresztelték Tutankhamonra, és Tutankhamon vagy Tutankhamen néven vonult be a történelembe. Azután következett a halak korszaka, az elmúlt 2160 év, az anyagos süllyedésnek és az érzelmi viharoknak a korszaka, egy olyan korszak, ahol elsősorban érzelmileg reagáltak az emberek nagyon sok mindenre. És ha igaz, akkor 2010. március 21-én átléptünk a vízöntő korszakába, az elme korszakába, a gondolati erőnek a korszakába, és ennek az erőnek a feltérképezése, mondjuk azt, hogy még igazán csak az első lépéseknél tart, bár egyre többen ismerik fel, hogy milyen képességeink vannak és milyen lehetőségeink vannak a gondolataink által. Amit minden média próbál súlykolni, az az, hogy válság van. Ökológiai, pénzügyi, gazdasági, erkölcsi, tanügyi, egészségügyi, mindenféle válság van. Miről szól a válság tulajdonképpen? Arról szól, hogy felépítettünk egy bizonyos világkép mentén egyfajta civilizációt, és kiderül, hogy ezt így tovább csinálni nem lehet. És azok, akik azt mondják, hogy válság van, tulajdonképpen szeretnék a már eddig felépített rendet meghosszabbítani és tovább folytatni, és azt látják, hogy ez omlik össze, és ezért nevezik válságnak. Na most azt mondják, hogy amikor a változásnak a szele elkezd fújni, akkor a buta ember falat épít, az okos ember pedig vitorlábort. A kérdés az, hogy ha már alkottunk magunknak egy olyan képet az univerzumról, hogy ez a világ anyagi, az élet véges, és a bolygó is, az emberek vég nélkül kizsákmányolhatók, hogyha ennek a gondolkodásmódnak a mentén építettük fel a világunkat, és most eresztékeiben recseg ropog, kiderül, hogy ezek tulajdonképpen hamis premisszák voltak, rossz gondolatok voltak, nem felelnek meg a valóságnak, nem felelnek meg az univerzum működésének, tehát most már megkapjuk a nagyon komoly jelzéseket arra vonatkozólag, hogy át kell rendezni az életünket. Ugyanis ennek a gondolkodásmódnak a mentén eljutottunk oda, hogy most már maga a bolygó védekezik a gondolkodásmód ellen. A bolygó hogy védekezik? Mit csináltunk mi ezzel a bolygóval? Tehát nem csak egymást fosztjuk ki és egymást zsákmányoljuk ki, most nem a jelenlévőkre gondolok természetesen, de van a társadalomnak egy olyan rétege, akik úgy gondolják, hogy pusztán azért, mert nekik pénzük van, ezért őket a társadalom értékteremtő rétege tessék és tartsa el. És érdekes módon ugye értékteremtő emberek, országok, kontinensek vannak, akik mind-mind el vannak adósodva, és mind olyan irányba vannak eladósodva, ahol viszont nem történik értékteremtés. Tehát itt egy nagyon-nagyon furcsa helyzet áll fenn, ami természetesen hosszú távon fenntartani nem lehet, de már a bolygó is beleszól ebbe a kizsákmányolásba, és nem kell hozzá nagy előrelátás, csak egy kis matematika, hogy kiszámoljuk, hogy milyen következményekkel jár a tevékenységünk. A bolygó az egy, mondjuk olyan, mint egy búgócsiga. Forog a tengelye körül, és van 35-40 kilométer vastag szilárd kéreg rajta, és ez a kéreg egy láva rétegen úszik. És mi ebből a szilárd kéregből, a búgócsigának az egyenlítő menti részéből naponta kitermelünk 800 millió hordó olajat, naponta, már elég hosszú idő óta, és naponta kivágunk több száz hektár erdőt, főleg esőerdőt, naponta kitermelünk több millió tonna szenet, és ezt az egészet elégetjük és szétszórjuk mindenfele. Na most, hogyha egy búgócsigának az éléből elkezdünk kiharapdálni, akkor ennek az lesz a következménye, hogy felborul a kéregnek az egyensúlya, és a Föld keresni fogja az egyensúly állapotnak a visszaállítását. Hogy teheti meg? Úgy, hogy a láva rétegen le tud engedni bizonyos szárazföldeket, el tud csúsztatni bizonyos szárazföldeket, fel tud emelni bizonyos szárazföldeket, ki tud szorítani vizet innen, be tud szorítani vizet oda, és itt jön az, hogy mindenki azt mondja, hogy a bolygóra kell vigyázni, mentsük meg a bolygót. Kérem szépen, a bolygó nagyszerűen tud vigyázni magára, tehát Mu idejében is, Atlantis idejében is, és jelen korszakban is, amikor az embereknek a úgymond az agya elszállt, és teljesen önző módon kezdtek élni és gondolkodni,
A bolygó megtette a szükséges lépéseket, visszanyerte az egyensúlyi állapotát, és hát nem véletlen az, hogy most egy olyan korszakban élünk, amikor ez az egyensúlyi állapot felborult és ismét újra rendeződik. Ennek nyilván meg lesznek a maga következményei. Ugyanakkor ott van a globális felmelegedés, a vulkánkitörések, klímaváltozás. Nem tudom, mennyire igaz, tegnap jött egy olyan hír az interneten, hogy állítólag leállt volna a Golf államnak, aminek hát elég gyors következményei lesznek, hogyha ez valóban igaz, mert az amerikai tengerészetnek a naponta frissített adataira alapozott információ. Kérdés az, hogy vajon mennyire vagyunk biztonságban a technikánk által, hiszen sokan úgy gondoljuk, vagy úgy gondolják, hogy hát a tudósok majd csak kitalálnak valamit, és hát különben is olyan technikai szinten állunk, hogy előbb-utóbb mindent meg fogunk tudni oldani, még hogyha lesznek is nehézségek. Volt-e vajon a Földön olyan szintű, magasan fejlett technikai civilizáció, ami úgy el tudott tűnni, hogy nyoma is alig maradt? Mert a történelem könyvek szerint nem. Történelem könyveink azt mondják, hogy ősemberből lett ez a Homo sapiens, aki 6-7000 évvel Krisztus előtt elkezdett állattenyésztéssel foglalkozni, és aztán ebből nőtt ki az egész civilizáció. Igen ám, de vannak régészeti leletek, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Az egyik, az ki van állítva Washingtonban, a Smithsonian Institute-ban. Felülnézetből és oldalnézetből lehet látni az aranytárgyacskát, és hát alatta van a komoly tudósok által szerkesztett felirat, miszerint ez egy aranytárgy, egy stilizált bogár, a Kimbaya kultúrából, Antiochia megyéből, Kolumbia. Most ennek a stilizált bogárnak van néhány furcsasága, az, hogy négy szárnya van, az még üsse kavics elmegy. Viszont van neki egy függőleges vezérsíkja, ami élére áll. Na most ilyen bogár már ritka. Aztán, hogyha a jobb oldali képet nézitek, akkor látjátok a pilótát, fejét, vállát, karját, törzsét, combját, lábszárát, tehát ott van benne a pilóta. Felülnézetben az is látszik, hogy kettő darab pilóta van benne, tehát az is ritka bogár, amelyiket két pilóta vezeti. És azon kívül ott van a legérdekesebb rész, baloldali képen látszik, a bogárnak delta szárnya van. A delta szárny az hangsebesség fölötti sebességekhez kell. Na most nyilvánvaló, hogy ez nem bogár, hanem egy hangsebességnél gyorsabb a repülőgépnek a makettje. A többi bogarat azt Kolumbiában, Bogotában egy páncélteremben őrzik. Nagyjából így néznek ki. Mivel aranyból vannak, nem lehet megállapítani a korukat rádiokarbon módszerrel. Azt mondják, hogy hát 1000 évnél mindenképpen idősebbek. Na de ha csak 1000 évnél idősebbek és hangsebességnél gyorsabban repülő gépek voltak, akkor elgondolkodtató, hogy hova is tud eltűnni, vagy hogy tud eltűnni egy technikailag magasan fejlett civilizáció úgy, hogy még az emléke is alig marad meg. Különben repülőterek is vannak hozzá. Egyiptomban is van a homok alatt olyan repülőtér, amit megint csak ilyen szatellit letapogató kémműholddal meg lehet vizsgálni és meg lehet látni. Az érdekessége az, hogy két leszállópályája van a régi repülőtérnek. Az egyik észak-déli irányú, a másik szél irányú, a kettő nyilván bezár bizonyos szöget, és ez nagyjából ugyanaz a szög, mint a jelenkori modern katonai repülőtérnek a két leszállópályája által bezárt szög, tehát akkor is ugyanazok a törvények és szabályok voltak érvényesek. Tehát egy magasan fejlett technikai civilizáció tűnt el Atlantisszal, amelynek apró nyomai megmaradtak, például a piramisok, meg hát egyéb leletek. Ezt a tárgyat 1898-ban találták Szakkarában, Egyiptomban, és gyorsan kiállították a Kairó Múzeum bejáratánál egy üvegkalitkába azzal, hogy ez egy madárszimbólum. Nos, a madárszimbólumot a mérnökök megvizsgálták és megállapították, hogy nagyszerűen irányítható, a saját súlyának a négyszeresét képes felemelni, és aerodinamikai szempontból egyértelműen repülőgép. Ekkor jött Zahi Hawass, híres mindentudó egyiptológus, gyorsan levitette a madarat a Kairó Múzeum pincéjébe. A Kairó Múzeum pincéje arról híres nevezetes, hogy oda egyiptológus nem engednek be. Mert ott olyan dolgok vannak, ami egyik pillanatról a másikra az egész egyiptológiát a feje tetejére állítja. Itt van viszont egy olyan kőtábla,
az Abidos templomán, amit nem tudtak levinni a Kairó Múzeum pincéjébe. Ha kinagyítom a táblát, akkor nagyjából így néz ki, és hát mindenféle magyarázat született arra, hogy milyen módon vésték ki, vésték újra, töltötték ki malterrel, és az idő vasfoga hogy ette meg. De tény, hogy egy fél négyzetméteren ott van egy helikopter és három mélyrepülő vagy úszó szerkezet, amit elég nehéz megmagyarázni, ha csak nem volt tudomásuk ilyen szerkezetekről abban az időben. A vasat nem ismerték, mondják ők. Most ehhez képest Abonyi István, aki fizikusként töltött ott három évet és segített a Keopsz piramis szellőző rendszerének a kialakításában, fizikusként fényképezett, hát nagyon szigorúan vették minden fényképét, letöröltették, filmeit letöröltették, és három kameráját is elkobozták, úgyhogy ilyen rendkívül szigorú ellenőrzés mellett sajnos nem tudott kihozni többet, mint 5500 fotót és 3,5 óra filmanyagot, és az egyiptomi titkos szolgálatot a nyomában. Úgyhogy ezt a képet tőle kaptam, a többit láttam, amiket mutogatott. Nos, ez többek között az a vas, amit az egyiptomiak nem ismertek. Elég komplex és elég érdekes formája van, nem beszélve arról, hogy nem rozsdázik. És amit én láttam még a Kairó Múzeumban készült képekről, vasból készült fogaskerekek vannak, üreges öntvények vannak, elektromos berendezések vannak, kábelek, csatlakozók, elemek és a többi. Tehát nem véletlen az sem, hogy nem találtak ott azokban a szépen kifestett járatokban és föld alatti alagútrendszerekben semmiféle fáklya vagy koromnyomot. Úgy tűnik, hogy nagyszerűen ismerték az elektromosságot. És mint érdekességet mondom csak, hogy mennyire téves módon tájékoztatnak bennünket dolgokról, de azt próbálják beleverni a nebulóknak a fejébe, hogy a piramisok fáraók temetkezési helyei voltak, és hogy rabszolgáknak a hadai bronz vésővel addig vésték és kopácsolták azokat a köveket, amíg azokból aztán ilyen teljes tökéletesen illeszkedő elemek jöttek létre. Na most ehhez képest több mint 10 éve megjelent a könyv, amely bemutatja laboratóriumi vizsgálatok alapján egyértelműen, nyilvánvalóan, hogy a Keopsz piramis kövei öntött betonból vannak. Egy mese nélkül a receptje is megvan, a hajszál benne van, a pollen, a papucsállatkák megdarálva, a szitált adalék, mindene megvan. Ezzel együtt még ugye nagy a tehetetlenség a rendszerben, még mindig azt tanítják, hogy ezek temetkezési helyek voltak. Jelzem, hogyha nem bronzvésővel kell kopácsolni, hanem egy lágy anyagot beönteni egy zsaluba, akkor leveszem a zsalut, miután az megkötött, arrébb teszem, hozzáöntöm a következő adagot, és persze, hogy tökéletesen fog illeszkedni, annyira tökéletesen, hogy egy cigarettapapírt sem fogok tudni bedugni közéje. Amit hát meg is állapítottak, és úgy gondolták, hogy ezt majd bronzvésőkkel addig kopácsolták szegény rabszolgák, és hurcolták oda fel, amíg azok így találtak. Nos, kiderült, hogy nem. Aztán az új korszakban felmerül a régi kérdés, hiszen nekünk azt tanítják mind a mai napig, hogy az ember véletlenül jött létre, mármint evolúció útján. Először az ős anyagból, az ős levesből létrejött az a bizonyos első sejt, és az a sejt már annyi mindent tudott, elkezdett szaporodni, és abból lett a dinozaurusztól kezdve a homo sapiensig minden. Nem kellett hozzá más, csak véletlen, természetes kiválasztás és 4,5 milliárd év. Hát ez így nagyon jól hangzik, és mivel senki nem volt ott a kezdeteknél, nagyon nehéz ilyen alapon megcáfolni. A helyzet az, hogy a kutatási eredményeket, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor bizony egészen más képet kapunk. Tehát én itt nem arról beszélek, hogy mit hiszünk, hanem arról, hogy mi az, amit már tudunk, és ennek fényében hogy áll össze a kép. Kép úgy áll össze, hogy vannak a világon úgynevezett tovább már nem egyszerűsíthető szerkezetek. Egyik példája az egérfogó, van 5 alkatrésze, akármelyik alkatrészt kivesszük belőle, az többet nem fog egeret. Ennél egyszerűbb egérfogót nem lehet csinálni. Komplexebbet lehet például egy macska, ugye? De lényegesen bonyolultam, de, és aktív, nem egy passzív egérfogó, de ennél egyszerűbbet nem lehet, az sajt az ingyen van, azt az egér is rögtön látja. Na de, mi történik akkor, hogyha
valami hasonló, tovább már nem egyszerűsíthető szerkezetet fedezünk fel egy élő egysejtűben. Például egy kóli baktériumban, egy ostoros egysejtűben, ugyanis kiderült, hogy a kóli baktériumnak az ostora az egy teljesen körbeforgó, tehát nem úgy, mint a csukló bizonyos ideig, vagy bizonyos fokig és vissza, hanem teljesen körbeforgó, elektromágneses impulzusok által működtetett mikrobiológiai villanymotor. Nem mese. Ez egy villanymotor. Rotor, státor, tengely, csapágy, membrán, könyök, ostor, minden része ott van. Ha ebből bármi hiányzik, a motor működésképtelen, és abban a pillanatban a baktérium életképtelen. Tehát nem lehet arra várni, hogy kifejlesztek egy rotort, aztán eltelik egy millió év, aztán növesztek hozzá egy státort, meg gondolom, hogy jó lesz, valamire majd valamikor még egy millió év, mert a baktérium az első 10 másodpercben életképtelenné válik, hogyha ez nem működik. Na most kérdem én mérnöki ésszel, hogyha van egy motor, akkor ahhoz nyilván tervező kell. Tehát egy ennyire komplex dologhoz tervező kell. Ha tervező kell hozzá, ugye, akkor lehetséges, hogy a mi tudatszintünkön még nem igazán fogtuk fel, hogy milyen minőségű tervezők dolgoznak és működnek az univerzumban, de tagadhatatlan, hogy a létüket nyugodtan lehet feltételezni. Na most a másik érdekesség ennek a dolognak, hogy ugyanúgy, ahogy az autónkban van egy fordulatszámmérő, és azt mutatja, hogy a motor bizonyos fordulaton jól működik, magasabb fordulaton bemegy a pirosba a mutató, ami azt jelenti, hogy a motor a magasabb fordulaton hajtjuk, szét fog esni. Ugyanúgy a baktérium farkába épített villanymotort is elektromos impulzusokkal túl lehet pörgetni, be lehet vinni abba az úgynevezett piros tartományba, és szét tud esni. És ilyen szerkezet már van, Amerikában akár meg is lehet vásárolni, kb. 40 ezer dollárért adják, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy milyen baktériumot szeretnék kiirtani, beállítom a szerkezetet arra a frekvenciára, ami túlpörgeti azt a baktériumot, és semmi egyebet nem bánt, és körülbelül 15 perc alatt darabra kiírtja az utolsó baktériumot is az emberi szervezetből. Nem kell hozzá se antibiotikum, se egyéb hókusz-pókusz. Az asztronautákat ilyen szerkezetekkel engedik fel, mert ott nincs idő lábadozni, meg betegeskedni, tehát ott muszáj azonnal valamit csinálni, hogyha van, ha baj van. Ugyanakkor a gyógyszeripar eléggé ellenérdekelt, hiszen hogyha az ember átmegy egy szkenneren és utána köszöni szépen jól van, akkor nem lehet neki eladni azt a hatalmas mennyiségű orvosságot, nem beszélve a mellékhatásokról, amire aztán újabb orvosság kell, aminek újabb mellékhatásai vannak, tehát ez a addig gyógyítunk, amíg meg nem halsz című fejezet. Tehát úgy néz ki, hogy egy villanymotorhoz bizony tervező kell, viszont nézzük meg egy kicsit a fizika oldaláról a dolgokat, hiszen a biológusok vitatkoznak, hogy kell vagy nem kell, én azt mondom, hogy egyértelmű, hogy kell, de nézzük meg a fizika oldaláról, ugyanis a Homo sapiens állítólag kifejlődött abból a bizonyos egysejtűből a 4,5 milliárd alatt, és eljutott oda, hogy gondolkodik, tehát gondolkodó ember. Ami azt jelenteni, hogy igaznak kellene lenni annak az állításnak, hogy az emberi agy hozza létre a gondolatainkat. Ha az emberi agy hozza létre a gondolatainkat, az emberi agy anyagból van, az anyag ki tud bocsájtani nagyon sok mindent, de az mind benne van az elektromágneses spektrumban, és az mind mérhető. Tehát, ha igaz az, hogy az emberi agy gondolatokat bocsájt ki, akkor azt meg kellene tudni mérni. Na most erre irányuló kísérletek évtizedek óta zajlanak, CIA, KGB és társaik megpróbálják megmérni, hogy ki mire gondol, minduntalan sikertelenül. Azt is mondják nekünk, hogy hát a gondolat nem más, mint piciny, parányi elektromos töltéskéknek a milliárdjai, elektronvolt nagyságrendű töltéskék milliárdjai, amelyek ott cikázgatnak a neuronok között, a 10 milliárd neuron között, és ez volna a gondolat, és ez olyan pici energia, hogy ezt megmérni nem lehet. Na most ehhez képest 39-ben volt egy szovjet kísérlet, dr. Leonid Vasilyevnek a kísérlete. Azt próbálták megmérni, hogy milyen a gondolatnak a frekvenciája vagy hullámhossza, mégpedig
volt egy jó hipnotizőrük és három könnyen hipnotizálható alany. Hipnotizőr kigondolta, hogy elalszol, alany elaludt. Hipnotizőr kigondolta, hogy felébredsz, alany felébredt. Most ilyen kísérletet én is végeztem annak idején, még 26-27 éves koromban, és Nagy Károlyba kerültem ki kezdő mérnökként, és ott ismerkedtem meg egy sráccal, aki megtanította a hipnózisnak az alapjaira, és 6 hónap lázas és érdekes, intenzív kísérletezés után itt én is eljutottam oda, hogy egyszer megtörtént, hogy volt egy olyan helyzet, hogy egy lány ült az asztalnál és nézte a tévét, én megálltam a háta mögött, és arra gondoltam, hogy most elalszol és elaludt, és arra gondoltam, hogy felállsz és felállt, és arra gondoltam, hogy odajött hozzám, és akkor arra gondoltam, hogy hogy milyen jól működik ez a dolog. És felébredsz természetesen, és szóval saját tapasztalatból tudom, hogy ez működik. Igaz, hogy előtte elég sokat gyakoroltam vele, tehát már volt bizonyos összehangolódás, és nem volt különös akkor, amikor olvastam a szovjet kísérletről, hogy hát ezt mások is megcsinálták, viszont nem tudták megmérni a gondolatnak a hullámhosszát. És elég nagy bajban voltak miatta. Látták, hogy van információáramlás, energiaáramlás, hatás, hol a frekvencia, hol a hordozó frekvencia. Azt mondták, hogy nem baj, nincsenek elég jó műszereink. Tehát 39-ben miért ne? Az agy bocsájtja ki? Igen. Az agy miből van? Anyagból. Az anyag mit bocsájt ki? Elektromágneses hullámokat. Jó. Az elektromágneses hullámokat hogy lehetne leárnyékolni? Hogy lehet megakadályozni azt, hogy a gondolat eljusson a hipnotizőrtől a célszemélyig? Nagyszerű. Faraday kalitkába kell őket tenni. Legbiztosabb Faraday kalitka ólomkamra. Tegyük be őket egy-egy ólomkamrába. Ott mese nincs, onnan ki nem jön semmiféle elektromágneses hullám. És betették őket az ólomkamrába, elvégezték a kísérletet, és működött. Akkor már nagyon vakarták a fejüket. Azt mondták, hogy hát még mindig nem értjük a jelenséget, de lehet, hogy az agynak hatósugara van, mint egy rádióadónak. Vigyük el jó messzire egymástól ezt a két ólomkamrát. És nézzük meg, hogy hol nem működik már, tehát milyen távolságnál kezd nem működni a kísérlet. Az egyiket Leningrádban hagyták, másikat elkezdték költöztetni délfelé. Kísérletet végezték különböző távolságok közbeiktatásával, aztán akkor hagyták abba, amikor a második ólomkamrával lejutottak Szevasztopolba, a Fekete-tenger partjára, és a kísérlet minden alkalommal tökéletesen működött. Akkor szó szerint bedobták a törölközőt. Között. Azt mondták, hogy mi materialisták vagyunk, mi nem fogadunk el semmi parajelenséget, itt csak is energiáról lehet szó, de megmérni nem tudjuk, hogy megy át az ólomkamra falán, nem értjük, és bárki, aki hozzá tud tenni valamit ehhez a kísérleti eredményhez, azt szívesen látjuk. És ez egy nagyon korrekt, becsületes álláspont volt. Hát Dr. Edgar Mitchell kicsit extrémebb körülmények között tesztelte a telepátiát, megegyezett 4 barátjával, hogy amíg útban lesz a hold felé, addig majd számsorokra fog gondolni. A barátai megpróbálják ezeket a számsorokat lejegyezni, és matematikusok kiszámolták gyorsan, hogy maximum 40 számot lehet eltalálni, ha nincsen semmiféle telepatikus kapcsolat. Na most ehhez képest ott volt 2 darab földi vevő, akik 51-51 számot találtak el, és ez jó 25%-kal meghaladja azt a bizonyos maximális matematikai valószínűséget, olyan körülmények között, hogy az űrhajó 250.000 kilométerre volt a Földtől, azt a gondolatnak meg kellett tenni, nem beszélve róla, hogy az űrhajó falát szigetelik elektromágneses hullámokkal szemben, mert ha nem, akkor szegény pilóták nem érnék meg a visszatérést. Aztán a gondolatnak át kellett haladnia talán még a bolygón is, hiszen attól függ, hogy fordul a Föld, vagy látjuk, vagy éppen nem látjuk a Holdat. Úgy tűnik tehát, hogy a gondolat energiájának az útjában nem tudunk semmiféle akadályt állítani. A kérdés az, hogy ugye kicsi energia ilyesmire nem képes. Tehát kezdjük azzal, hogy kicsi energia, energiával ezt nem lehet megoldani. Kicsi energia nem megy át az ólomkamra falán, hiszen olyan kicsi, hogy még mérni sem lehet. Itt nyilván arról van szó, hogy hatalmas energiák működnek a gondolat esetében, de hogyha nagy az energia, miért nem tudjuk megmérni?